Több fejlesztést is terveznek a bátaszéki városi köztemetőben, lassan elkészül a belső úthálózat is. A városi önkormányzat, mint fenntartó és a megbízott üzemeltető cég teljes összhangban dolgozik. A bátaszéki városi köztemetőnek a fenntartási kötelezettsége az Bátaszék város önkormányzat feladatkörében van, viszont az üzemeltetési feladatokat egy temetkezési vállalkozásra bízta az önkormányzat. Együttműködve próbáljuk a temető rendjét és fejlesztését az elmúlt években biztosítani. 2015-ben megkezdtünk egy olyan folyamatot, ami a temetőn belüli belső utaknak a kiépítését szolgálja. Így a 2020-as költségvetésben is mintegy 1,5 millió forintot biztosítottunk erre a feladatra. Jelen pillanatban a temető északi bejárata és a déli bejárata közötti összekötő útnak a következő szakaszát valósítottuk meg. Terveink szerint 2021-ben talán be is tudjuk fejezni és össze tudjuk kötni a két bejáratot, és meg tud valósulni a belső út. Ennek a célja elsődlegesen az, hogy a temetkezési szolgáltatásokat zavartalanul lehessen biztosítani, azaz a szertartásokhoz kapcsolódóan a járművek közlekedése, illetve az elhunyt szállítása az temető területén belül tudjon megtörténni. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a beruházást, még ha ütemezetten is, de elvégezzük itt a temető területén. Ebben az esztendőben a temetőn belül a tartalékterületnek a rendbetételét is elvégeztük. Ugye ez az a terület, ami a temető fejlesztése szempontjából fontos, hiszen ezeken a területen tudunk majd adott esetben új sírhelyek megnyitását megoldani. Az elkövetkező időszakban ennek a területnek a feltöltése fog megtörténni, és így tudjuk gyakorlatilag az új sírhelyeknek a területet biztosítani. A 2015-ben indult útépítés menetét az is befolyásolta, hogy az elmúlt években drasztikusan drágultak az alapanyagok, ezért évről évre egyre kisebb szakaszt tudott megépíteni a kivitelező. A polgármester elmondta, hogy ennek ellenére kitartanak a projekt mellett, és be fogják fejezni, amit elkezdtek. Azt is megemlítette, hogy milyen fejlesztéseket terveznek még a köztemetőben. A fejlesztési feladatokban próbáljuk a temető rendjét a kegyeleti szabályokhoz igazítva fenntartani. Fásítási feladatokat végzünk, padokat helyeztünk el ebben az esztendőben, és vannak még feladataink a jövőre nézve is. 2021-ben szeretnénk a temető főbejáratánál lévő lélekharang tornyot felújítani, de bízunk benne, hogy erre is fedezetet tudunk majd biztosítani a 2021-es költségvetésben. Ezt teljes egészében saját forrásból biztosítjuk, mindahogy a temető fejlesztéséhez szükséges feladatokat is. Ugye minden esztendőben egyébként beszámol az üzemeltető az évi feladatokról, számba vesszük a temető üzemeltetéséből befolyt bevételeket, számba vesszük a kiadásokat, és a jelen hatályos jogszabályok alapján a különbözetet a fenntartó tulajdonosnak köteles megtéríteni a szolgáltató felé. Az éves szinten mintegy 1,5 millió és 1,5 millió forint között mozog, tehát összességében azt lehet mondani, hogy a városunk önkormányzata 3-3,5 millió forintot biztosít minden esztendőben a városi köztemető üzemeltetésére és fejlesztésére.